Üdvözlünk mindenkit a Culture Pub saját gyártású podcastjében, a Pubcastban, ahol korsóval kínáljuk a kultúrát. A mai alkalommal Kála Igé Katalin, a Károli Gáspár Református Egyetem Anglisztika Intézetének docense tart velem, és egy nagyon érdekes és nagyon nehéz témával fogunk foglalkozni. Nabokov többször betiltott és szélsőségesen értelmezett, kontrovertális műve kerül ma a középpontba, a Lolita, amely megírása óta igen rengeteg vita lehetőséget kínált az olvasók között. Az ok, amiért valóban foglalkozunk vele, a tézisünk, hogy a mű értékei és ez ezzel ellentétes vagy téves befogadói interpretációk mik lehetnek, illetve hogy az alkotó teoretikus gondolata, avagy a regény által bemutatott probléma, és a valóság, avagy a valódiság közötti különbségtétel lesz a célunk. Üdvözlöm, Kála Igé Katalin. Én is mindenkit szeretettel üdvözlök, és tényleg nagyon izgalmas a témánk, mert manapság a legtöbb embernek a Lolita szó kapcsán a pedofília jut az eszébe, és úgy tűnik, és ezért is volt támadva nagyon sokszor a regény, meg se jelentették megírásakor Amerikában, nem talált kiadót Nabokov, hanem Franciaországba, Párizsba kellett mennie, hogy az Olympia Press 1955-ben kiadja ezt a művet. Az Olympia Press arról volt híres, hogy különféle kétes irodalmat is kiadott, tehát hajlandó volt erre. És hát nagy siker is lett, és nagy botrány is lett végül ez a könyv, amikor megjelent. És ami a tét az, hogy tulajdonképpen ez egy pedofiliáról szóló regény, vagy pedig az irodalomról szóló regény. Amikor Nabokov híres lett, és egyre nagyobb tisztelet övezte, kialakult az a szemlélet, hogy ez elsősorban egy művészetregény, vagy művészregény, és sokkal több olyan utalás van benne, hogy más irodalmi művekre utal benne nagyon sokszor, különösen Edgar Allan Poe-ra, de másokra is, és hát egy rejtvényekkel és irodalmi utalásokkal átszőtt regény, ami az írónak a középosztály, felső középosztálybeli írónak, az elitista írónak a saját problémáit tárja elő a világgal. Tehát a pedofília tulajdonképpen csak egy olyan téma, amit az író vulgárisan választott azért, hogy nagyobb olvasó közönsége legyen, hogy ne teoretikusan kelljen a problémákat a közönség elé tárni, hanem legyen egy cselekmény, legyen egy izgalmas cselekmény, egy botrányos cselekmény, ami nem tud hidegen hagyni bennünket. Tehát vagy meggyűlöljük ezt az egész könyvet, vagy pedig valamilyen módon mégiscsak vonzódunk hozzá, és nagyon megszeretjük. Ugyanakkor óriási nagy kérdés, hogy ezzel a gesztussal valamilyen módon nem romanticizálódik-e az alapvetően bántalmazó pedofil kapcsolat, ami a regény közepében áll. Tehát sokan vádolták ezt a regényt azzal, hogy ez a pedofíliának a népszerűsítését eredményezi. Hát persze attól függ, hogy ki olvassa, és hogy hogyan olvassa ezt a művet. Nabokovról esetleg egy pár szót azért szólnék, tehát ő 1899 és 1977 között élt, eredetileg Oroszországban született, egy nemesi családban, értelmiségi családban, és hát orosz volt az anyanyelve, és már gyerekkorában verseket írt, két kötet verset oroszul, illetve regényeket is írt fiatalkorában oroszul. 1919-ben menekülniük kellett Oroszországból, és a család különféle európai városokban, először Angliában telepedett le, aztán később Németországban. Tehát a fiatal Nabokovnak alkalma nyílt megismerni az európai kultúrát, és nagyon komoly képzésben vett részt, tehát ő az orosz irodalom és a francia irodalom szakértője volt, és a családnak 1940-ben kellett menekülnie még egyszer Európából a II. Világháború miatt, és akkor telepedtek le a feleségével Amerikában. Ez egy fontos változás volt, mert Amerikában teljesen új
körülmények közé került, és az angol nyelv az ugyan tudott angolul, de nem volt annyira közel hozzá, mint akár az orosz, akár a francia, és szép lassan megbarátkozott az angol nyelvvel, és ő maga többször úgy hivatkozik a Lolitára, mint az ő angol nyelv iránti szerelmének a történetére. Tehát itt már egy pillanatra megállhatunk, és mondhatjuk azt, hogy a szerelem fogalmát is érinti a beszélgetésünk, tehát hogy nem csak és kizárólag ez a szexuális kapcsolat Humbert, a regény főhőse, és Lolita, a nevelt lánya között a regény témája, vagy a szerelemnek a témája, hanem a szerelem az egy elvontabb szinten is megjelenik, mint az író szerelme a nyelv iránt. És én még tovább mennék, és azt mondanám, hogy különféle műfajok is szerelembe esnek a regény során, tehát például közvetlenül a legelején a regénynek utalás történik Edgar Allan Poe nagyon ismert Lee Annácska című versére, az Annabel Lee-re, és ez a vers úgy tűnik, hogy szerelembe ejti magát a regényt, tehát ha el tudjuk képzelni ilyen elvont módon, hogy egy amerikai regény egyszer csak szerelembe esik egy kis karcsú, nymfácska-szerű 19. századi amerikai verssel, akkor már abban a közegben mozgunk, ami ezt a regényt egy különleges műalkotásként, egy különleges művészi teljesítményként látja, és nem feltétlenül csak a pedofília téma megszólaltatójaként. Ugyanakkor nem lehet eltekinteni a pedofília témájától sem ennek a regénynek a kapcsán. Tehát, hogy röviden összefoglalom, hogy miről szól, de nagyon fontos az is, hogy hogyan szól. De most csak a tartalmát röviden megpróbálnám összefoglalni. A regény legelején egy irodalom professzor előszavát olvassuk, ami hát nyilván szintén Nabokov tollából, egy kritika már a Humbert főszereplő megszólalása előtt is arról, hogy ez tulajdonképpen micsoda. Majd Humbert egy képzeletbeli esküdszéknek címzi a szavait, nagyon hasonlóan Edgar Allan Poe-hoz, aki több novellájában megpróbál gyilkos narrátorok szemszögéből egyes szám első személyben védekezve beszélni, mintha mentegetni azt, amit tett. Tehát Humbert az esküdszék tagjait szólítja meg, és ilyen értelemben az olvasó az esküdszék tagjaként elfogadhatja vagy nem fogadja el azt a védekezés módot, amit elénk tár, elmondva az élete történetét, először a gyerekkorával kezdve, nagyon sanyarú gyerekkora volt, illetve végső soron mégsem volt sanyarú. Elsősorban a tragédia az volt, hogy az édesanyja nagyon korán meghalt, de az édesapja kitanítatta, és mindig magas körökben mozgott, egy európai származású bölcsész úriemberről kell elképzelni, hogy ő az, aki a főszereplője ennek az egész regénynek, Humbert nevű. Ez is egy érdekes dolog, hogy a neve az természetesen jelképes név, és ugyanannak a szónak az ismétlése. Tehát Humbert Európában nőtt fel, majd Amerikába került professzora, francia irodalom professzora, angolul írt a francia irodalomról, tehát ilyen értelemben sok közös vonás van Nabokovval, tehát Nabokov is egy európai származású intellektuális fiatalemberként került, vagy már középkorú emberként került Amerikába, ahol szintén irodalmár volt, ő is ott tanított irodalmat, több helyen orosz és francia irodalmat, tehát Humbert ilyen értelemben önéletrajzi karakter, de a többi értelemben már egyáltalán nem, mert elmeséli ezt a különleges vonzódását a nymfácskák iránt. A nymfácskák azok 9 és 12 éves kor közötti kislányok, vagy 14 maximum közötti kislányok, akiknek az ártatlanságában, illetve valami furcsa delejes vonzerejében ez a Humbert gyönyörűséget talál.
részletesen elmondja, hogy mennyire vonzák őt ezek a gyerekek, de azért vonzák őt, mert gyerekkorában, 13 éves korában volt egy nagy szerelme, akivel hát gyerek módon szerették egymást, és itt megint az Annabelle című vers juthat az eszünkbe, tehát a gyerekek szerelme sokkal erősebb, mint a felnőtteké, és a gyerekek szerelmét az angyalok, épp úgy, mint a démonok irigylik a túlvilágon, mert ez az erő, ez felülmúlhatatlan. Tehát valami ilyen vonzerővel szerelmes 13 éves korában egy másik 13 évesbe, egy kislányba, és próbálja pótolni mindenféle más kapcsolattal, amíg meg nem találja az amerikai megtestesülését az eredeti Annabelle-nek. Az is fontos, hogy az első szerelmét Annabelle-nek hívták, és itt megint egy pó utalás, megint a versre való utalásra van dolgunk. Tehát ugyanezt az ártatlanságot megtalálja Lolitában, aki pedig az ő házi asszonyának a kislánya, tehát ő bérel egy szobát Amerikában, és ott a háziasszonyának a kislánya Lolita. A cselekmény aztán bonyolódik, mert a háziasszony, aki neki egyáltalán nem egy vonzó, bizonyos Charlotte Hayes nevű hölgy, beleszeret, és ő azért veszi el már direkt tudatosan feleségül a mamát, hogy időnként legeltethesse a szemét Lolitán. Egy autóbaleset következtében, ami hát egy elég durva írói fogás, hogy ezt az anyukát valahogy ki kell iktatni a képből, és a véletlen hozza meg ezt a regényben. Tehát egy autóbaleset következtében a Lolita édesanyja elveszíti az életét, és ő lesz Lolita gyámja, mint az anyja férje, ő lesz Lolita gyámja. És szép lassan, illetve elég meglepő módon is kialakul közöttük egy szexuális kapcsolat, és itt most az a nagy kérdés, hogy ez kizárólag Humbert bűne-e, vagy pedig Lolita is valamilyen módon beleszeret a nevelő apjába. Az egészen biztos, hogy nem ellenkezik, sőt, kiderül, hogy tapasztaltabb ilyen téren, mint ahogy azt Humbert gondolta volna, nem ő az első Lolita életében. Viszont az is kiderül a regényből, hogy Lolita sohasem szeret ő bele igazán. Tehát egy őrült cselekményfordulat következik, Lolita és Humbert száguldoznak Amerika szerte, ez megint egy másik regényt juttathat az eszünkbe, Jack Kerouac útonját, tehát úton vannak, különféle motelekben szállnak meg, és hát gyakorlatilag kiszakadnak a normális társadalomból, és egyik helyről a másikra mennek. Ez alatt Lolita egykedvűen tűri ezt a bántalmazó viszonyt, illetve említés történik arról, hogy éjszakánként keservesen zokog. Na most Humbert ezt észreveszi, tudja, érzékeli, ugyanakkor nem tesz semmit, hogy ez a viszony megszűnjön. Tehát ilyen értelemben a regény cselekménye valóban egy bántalmazó kapcsolatot tár fel. Ezután a bolyongás után mégiscsak letelepednek, és Humbert Lolita apjának teteti magát, rájön, hogy a kislánynak iskolába kell járnia, járatja is iskolába, de ott viszont Lolita elkezd egy nagyon érdekes színjátszó körben szerepelni, és ez okozza olyan értelemben a vesztét, hogy ő maga beleszeret egy másik pedofilba, egy bizonyos íróba, akit Quilty-nek neveznek, és ez a Quilty Humbertnek a, mondhatnánk így, hogy a rossz tükörképe, tehát ő is arra utazik, hogy kis fiatal lányokat kihasználjon, ő nem szeret beléjük. Tehát a különbség Humbert és Quilty között az, hogy míg Humbert ellenállhatatlanul vonzódik Lolitához, azt képzeli, hogy szerelmes belé, rengeteget szenved, a rabjává válik, minden szeszélyét teljesíteni akarja, és minden szempontból Lolita az ő életének a közepe, Quilty fütyül rá, hogy ki ez a kislány. Ugyanakkor megint csak a sors, vagy az író fintora, hogy Lolita ebbe
a vulgárisabb pedofilba szeret bele, olyannyira, hogy meg is szökik vele. Így aztán a regénynek egy nagy része az üldözést írja le, amikor Humbert megpróbál különféle rejtjelek útján, amelyek mind irodalmi rejtvények, a nyomukra bukkanni, és nem is tud, egészen a regény majdnem végéig, amikor kiderül, hogy Lolita végül megszabadult Quiltitől, és férjhez ment, és éppen gyereket vár. Azonban eddigre, mire már végére érünk a történet cselekmény szálának, eddigre már Lolita kinő a nimfácska korból, vagyis felnőtt lesz, és már nem tudja ugyanolyan vonzerővel szédíteni Humbertet, nem is akarja. Ő gyereket vár, és még van egy olyan találkozás, tehát Lolita ír Humbertnak, mert pénzre van szüksége, és pénzt kap is tőle, de ez a búcsú találkozásuk, és Humbertnek rá kell ébrednie, hogy már nem úgy szerelmes belé. Azonban ez egy nagyon komoly lelki konfliktushoz vezet nála is, zokogva hagyja ott a már felnőtt Lolitát, és a hasonlat is nagyon érdekes, hogy az autó ablaktörlői sem tudták felfogni azt a záport, a könnyeinek azt a záporát, amit hullajtott Lolitáért. Tehát kb. Ennyi a történet, még megtudjuk azt, hogy Lolita gyermekágyban meghalt, nem sokkal azután, hogy ez történt, és mármint a találkozások után, és Humbert pedig elindul, hogy megölje Quiltit. És tulajdonképpen ő börtönben nem a pedofília miatt van, hanem gyilkosság vágyával. Ő viszont a gyilkosság vágya alól próbálja felmenteni magát, és nem a pedofília vágya alól, tehát ezt is tisztázni kell. Tehát ő úgy érzi, hogy jogosan gyilkolta meg azt, aki kihasználta és eldobta azt az embert, aki számára a legeslegfontosabb. Tehát nagyon sok ponton a sebezhetőség kihasználása, a védtelenségnek a durva bántalmazása ennek a könyvnek a témája. De az a kérdés, és ez egy nagy kérdés, hogy csak Lolita-e az áldozat? Ugye a gyilkosságnak az áldozata Quilty, de tulajdonképpen Quiltynek az áldozata Humbert, és valamilyen módon Lolitának is az áldozata Humbert. Na most néhány évtizeddel ezelőtt, amikor én ezt először olvastam, teljesen egyértelmű volt számomra egyetemi hallgatóként, hogy ez a regény a művészetről szól. Mert ez volt a korszellem, és így is tálalták a Lolitát nekünk. Tehát annak ellenére, hogy ilyen durva a témája, a pedofília nem került olyan módon az előtérbe, mint ahogy most. Tehát mostanában, mert hogy több szó esik ilyesmiről a közmédiában is, tehát nem csak arról van szó, hogy bizonyos különleges regények ilyen témát is fölkaphatnak, hanem nagyon sok valóságos esetnek vagyunk a tanúi. Ezért az egész kérdés másfelé hangolódik, nem feltétlenül a művészi teljesítmény, hanem inkább a téma felé, hogy vajon ártalmas-e ez a téma, ártalmas-e ezt a regényt elolvasni. És sok esetben joggal mondják az olvasók, hogy köszönik, nem kérik. Nagyon sokan vannak, akik elkezdenek belelapozni, és amikor látják, hogy ez egy ilyen intellektuális szemvelgésbe bújtatott bántalmazásról szól, akkor félreteszik, és azt mondják, hogy ez nem irodalom. Viszont nagyon nagy különbség van a regényen belül is Quilty és Humbert között. Az a kérdés, hogy Lolita szempontjából van-e köztük különbség. És azért bonyolult a regény, mert Lolita Quiltybe szeret bele, nem pedig abba a Humbertbe, aki mindenét föláldozná érte. Lehet, hogy egy önző módon, lehet, hogy egy bántalmazó módon, lehet, hogy egy képzeletbeli módon. Tehát, hogy Lolita nem is az a kislány, akinek Humbert képzeli őt, tehát nem ismeri igazán, és nem is, talán nem is kíváncsi az igazi énjére, de ugyanakkor a rabja, tehát senki más nem létezik az életében, csak ez az egy szem
ember, és Lolita természetesen ott hagyja őt egy olyanért, akinek viszont ő nem számít egyáltalán, tehát Quiltyért. Humbertnek az az elképzelése, hogy ő valami más szinten szereti Lolitát, mint Quilty. Tehát ő nem a vulgáris, nem csak a szexuális viszony érdekli, hanem egy nagyon komoly lelki és nagyon komoly spirituális viszony. Tehát, hogy neki ez egy olyan élmény, egy művészi élmény, míg ellenben Quiltynek csak egy kislánya sok közül, tehát ő nem fogja föl az értékét ennek a személynek. Míg Humbert úgy képzel, hogy ő meg igen. Ehhez kapcsolódóan azt a kérdést szerettem volna feltenni, hogy ugye látjuk, hogy Humbert Humbertnek túl a szexualitáson nagyon fontos a lelki szeretet, vagy a szerelem, de hogy ez valóban szereleme, vagy egyfajta gondviselői törődés benne, és hogy Lolita szempontjából is ez csak egy kacérjáték esetleg, vagy tényleg az apa hiánya teszi ezt, emiatt tesz-e lépéseket? Hát ezek nagyon nehéz kérdések, nem lehet rájuk igazán válaszolni. Tehát sokan vannak, akik ezt a Humbert szerelmét Lolita iránt egy narcisztikus szerelemnek gondolják. Tehát, hogy Humbert tulajdonképpen önmagának szeretne egy olyan eszményképet teremteni, aminek semmi köze nincs a húsvér kislányhoz, és amiben Humbert szerelmes, az egy nem létező fantom. Egy olyan nimfácska, aki csak az ő képzeletében létezik. Míg Lolita, az igazi kislány, az, akinek ténylegesen egy gondoskodó szeretetre volna szüksége. Viszont Humbert ezt csak szerepjátékként éli meg, tehát eljátsza ezt a szerepet, valójában azonban a léte függ attól az ideáltól, amit teremtett, és aminek a megtestesítőjeként Lolitát tartja számon. Tehát nem tudjuk, nem tudjuk. Kérdések vannak ebben a regényben. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb pontja a beszélgetésünknek, hogy egy irodalmi mű tulajdonképpen nem válaszol a kérdésekre, hanem egyre több kérdést tesz föl. Tehát arra indítja az olvasót, hogy kérdezzen. És nem egy megnyugtató valami egy regényt elolvasni, hanem egy felkavaró dolog. Most az a kérdés, hogy mennyire szeretünk felkavarodni. Mennyire szeretjük azt, hogyha nem megerősítenek minket az elképzeléseinkben, hanem felborítják azokat. Gondolhatunk ugye Horáciuszra, aki Cicero nyomán három célt tűzött ki a poétikának, három fontos célját, Cicero a szónoklatnak három fontos célját, ugye docere, hogy tanítson, delektáre, hogy gyönyörködtessen, és movére, hogy valamilyen módon indítson cselekvésre, mozgasson. Most, hogyha nézzük a Lolitát, hát mit tanít? Mi az, amit ebből mi tanulhatunk? És ezt mondom, hogy kérdéseket tesz föl, és nem konkrét válaszokat ad, tehát ilyen módon nem tanít, viszont tanít olyan élethelyzeteket, amiben visszaélés történik az nem csak az ártatlansággal, hanem a sebezhetőséggel, és ilyen értelemben nem csak Lolita sebezhető, tehát Humbert is sebezhető, és sebzett karakter szintén, mondjuk bárki mondhatja, hogy ő a felnőtt, és Lolita a gyerek, tehát helyzeti előnye van, fizikai előnye van a gyerekkel szemben, és ez igaz is. Tehát ezt egy percig sem tagadja Humbert, hogy ő nem helyes dolgot csinál, ezt tudja magáról, hogy ez nem a helyes viselkedés. Ugyanakkor ő is egy sebezhető és egy sebzett ember. Tehát valahol, ha tanít valamit a regény, az, hogy minden esetben, mielőtt még gyilkost, bűnöst, zaklatót kiáltunk, próbáljunk megnézni egy teljes embert, és azt, hogy hol van a sebezhető pontja. Az, amiért ezt a regényt mostanában többet támadják, mint korábban, az valószínűleg a feminista szemléletnek is köszönhető, mert hogy Humbert egy kifejezetten maszkulin alak, aki erőszakot alkalmaz egy sebezhető kislányon,
Tehát, hogy ezt a regényt a kislány szemszögéből kellene elolvasni, és vagy talán inkább megírni. Tehát, hogy mi lenne, hogyha Lolitának alkalma lenne ezt a regényt megírni. Ezért nehéz, de én szerintem, amit minden mű, irodalmi mű tanít, az az emberi érzékenységünknek a fejlesztése. Tehát, hogy minden karakterben legyen az a legfőbb gonosz, próbáljuk megtalálni az embert. És hát nyilvánvaló, hogy az irodalom nem didaktikus. A jó irodalom az nem egy programozott didaktikát próbál velünk elfogadtatni, egy programot, egy ideológiát, hanem valamilyen módon burkoltan tanít. Tehát nem azt mondja, hogy már pedig így kell élnünk, vagy úgy kell élnünk, vagy ez szabad, ezt nem szabad. Ez más műfajoknak a sajátja. A regények, azok nem programregények általában, illetve Nabokov maga igencsak lenézte és vulgárisnak gondolta az összes olyan művet, ami valamilyen ideológiát próbált propagálni. Mondjuk ennek is van egy története a 20. században, ahol borzalmas ideológiákat oktrojáltak az emberekre, és ezért bármilyen propaganda művészet visszásan hatott Nabokovra is. Tehát nincs egy konkrét ideológia, viszont van egy olyan tanítás, hogy legyünk érzékenyek az emberre. A másik, hogy ugye gyönyörködtet. Na most mi az, ami ebben minket gyönyörködtet? Hát az apró részletek, a megfogalmazásnak a módja. És nagyon sok esetben, irodalmi művek esetében többet számít a hogyan, mint az, hogy miről szól maga a regény. Tehát a mi nem mindig a legfontosabb, van, amikor a hogyannak a szerepe fontosabb egy-egy regényben. Tehát itt szinte zenei nyelven és választékosan van az egész mű megírva. Rögtön az elején Békés Pál fordításában olvasható magyarul, és Békés Pál is nagyon szépen fordította le ezeket a nyelvi bravúrokat. Tehát tele van nyelvi bravúrral, de nem csak nyelvi bravúrral és rejtvénnyel és irodalmi utalással van tele, hanem apró megfigyelés részletekkel. Tehát, mint ahogy mondtam, hogy az ablaktörlő nem bír a könnyekkel, vagy amikor megérkezik Humbert a Héz otthonba, Charlotte Héznek a lakásába, akkor a fürdőszobában, a fürdőkádban van egy kérdőjelet ábrázoló hajszál. Na most ezek pici észrevételek, apró észrevételek, amiket észre se veszünk talán, amikor először olvassuk a regényt. Azonban ez a kérdőjel ott a fürdőkádban már arra figyelmeztethet minket, hogy itt több lesz a kérdőjel bennünk, amikor végigolvassuk ezt a regényt, mint a felkiáltó jel, vagy a levonható tanulság. Ez megzavar minket, fölkavar minket, a komfortzónánkból kitesz minket. És az a kérdés, hogy a jó irodalom így működik-e, én szeretném hinni, hogy igen. Tehát botrányos dolgokról íródott a legtöbb klasszikus mű. Hogyha belegondolunk az Oidipusz királyba, amikor elolvassuk Szofoklész drámáját, azért nem szoktunk félni attól, hogy mindenkit arra buzdít, hogy vegye el az anyját és ölje meg az apját, tehát vegye el feleségül az anyját és ölje meg az apját, mert valószínűleg nem a bűnesetet propagálja, hanem az a módszer érdekes, ahogy Oidipusz egyszer csak ráébred arra, hogy ő az az a bűnös, akit ő keres. Tehát ez a ráébredés, ez sokkal fontosabb, és az a mód, ahogy ez fel van vezetve, sokkal fontosabb, mint maga az a szörnyű esemény, amit elkövetett. A ráébredéssel kapcsolatban csak vissza szeretnék térni egy másodpercre arra, hogy valóban, ami a konfliktust okozza az olvasók között, az a pedofília ténye, vagy az, hogy nem tudják eldönteni, hogy egyáltalán lehet-e hibást kiáltani ebben a dilemmában. Úgy értem, hogy a jog, illetve a kezdeményezésnek a dilemmájában. Ugye Humbertnek le kellett volna állítani ezt az egészet, amint elkezdődik. El se kellett volna kezdeni, igen. A jog csak őt büntetheti ezzel kapcsolatban. Viszont ha jól emlékszem a történetben, és Isten ments, hogy szélsőséges következtetést vonjak le, de
De ha jól emlékszem, a kezdeményezés az a Lolitáé volt. Is-is, Is is. mondjuk így. Mondjuk így. Tehát Lolita nem ellenkezett, illetve a kritikus pillanatban ő volt az, aki felajánlotta, hogy esetleg lépjenek ilyen típusú kapcsolatba. Humbert nem is gondolta volna, hogy Lolita már tapasztaltabb ezen a téren, mint ami ennek látszott. Tehát nem teljesen ártatlan kislányról van szó. De azért arra nagyon vigyázunk, hogy áldozatot ugye ne hibáztassunk. És Természetesen. viszont mondhatjuk azt is, én azt mondom, hogy ebben a műben, mint minden jó műben, nem csak az áldozat, hanem az elkövető is bizonyos fokig áldozat. Tehát a problémát, a fogadtatás problémáját maga a pedofília okozza szerintem, mert a pedofília szó hallatán egyértelműen elkövetőről és áldozatról beszélünk, és az elkövető a felnőtt, és az áldozat a gyerek. Tehát ez mindenfajta kétséget kizáróan így él az emberek fejében, és ez így is van, csak amit ez a regény felmutat, az sokkal több annál, mint egy ilyen lecsupaszítható, egyszerűsíthető kapcsolat. És itt az a kérdés, hogy a regény szépsége, a regény gazdagsága, a rengeteg szójáték, a rengeteg utalás valamilyen módon mégiscsak nem emeli-e följebb ezt az egész témát, tehát hogy nem csak pedofíliáról van itt szó, hanem egy nagyon összetett irodalmi műről. Manapság egyre inkább azt veszem észre tanítványaimon is, hogy amit elvárnak az olvasók az irodalomtól, az az, hogy információt adjon. Valamilyen szempontból választ adjon. És éppen ezért mondom, hogy itt arról van szó, hogy nem ad választ, és ezért el is utasítják sokan ezeket az irodalmi műveket. Nem információt kapunk itt, hanem egy egész más fajta megjelenítést, amivel nekünk kell valamit kezdeni. És ugye már beszéltem a docéréről, a tanításról, a delektáréről, a gyönyörködtetésről, ami itt azért nagyon-nagyon rázós téma megint csak, mert a gyönyör és a gyönyörködtetés azok hajszállal vannak elválasztva egymástól, vagy nincsenek is elválasztva egymástól. Tehát a gyönyörnek lehet egy olyan formája, ami az esztétikum felé irányul, de akkor már megint egy másik szerelem értelmezéssel van dolgunk. De hát a gyönyörködtetést a nyelvi megformálás adná, és akkor ott van a movére, hogy mire indít bennünket ez a regény. Tehát, hogy hol van az, amit ezek után mi tehetünk, vagy hol van az, amire ezek után késztetve érezzük magunkat. És azt gondolom, hogy hát ugye sok olvasónak az a félelme, hogy felmentjük ezt a bűnöst, és akkor valahol legitimáljuk a szörnyűséget a szép megfogalmazás miatt, romanticizáljuk a bántalmazó kapcsolatot. Én pedig azt mondanám, hogy nem, hanem amire indít bennünket, az gondolkodásra, kérdésfeltevésre, arra, hogy ezt a problémát járjuk körül, hogy ne utasítsuk el, vagy ne nyugodjunk meg abban, hogy a bántalmazó az bántalmazó, és kész, az áldozat, és kész, ezek két külön világban vannak, és áldozat felmentendő, a bántalmazó büntetendő, tehát nem lehet ezt így leegyszerűsíteni. És ezért is nehéz ma olvasni, mert a mai olvasók számára valahol a legjobb megoldás, a legegyszerűbb megoldás minden információ kapcsán. Tehát, ha információt kérünk, akkor azt minél tisztábban, egyértelműbben, egyszerűbben szeretnénk meghallani, és akkor szépen megnyugszunk. De mondhatjuk ezt eleganciának is, és a matematikában, ami Nabokovnak is és Pónak is kedvelt területe volt. Nabokov nagy sakkmester volt, és borzasztóan szerette a logikát és a sakkozást. Tehát a matematikában a legelegánsabb megoldás a legegyszerűbb megoldás. Tehát minél kevesebb jellel, minél kisebb egyenlet halmazzal tudok valamit bebizonyítani, annál szebb, annál esztétikusabb és annál elegánsabb a megoldásom. Az irodalomban viszont nem feltétlenül az egyszerűsítés az, ami elegáns vagy értékes,
Tehát ezeket a viszonyokat nem lehet egy-egy ilyen mémmel, vagy smiley face-szel, vagy nem tudom milyen kis jelecskével lekódolni, vagy leközölni. Noha egyre inkább az az érték, hogy minél egyszerűbben egy nagyon bonyolult, összetett lelki folyamatot is le lehet ilyen mosolygó, meg síró fejecskékkel valahogy írni. De egy irodalmi művet nem. És ez a különbség a között, hogy valaki elolvassa ezt a regényt, vagy pedig mondjuk ebből a hevenyészet összefoglalóból tud róla csak, amit én most itt hirtelen dióhéjban elmondtam. Tehát egészen más dolog egy rezümét olvasni róla, bármilyen internetes oldalon el lehet olvasni, és talán még tisztában is látja az ember a cselekményt, hogyha egy ilyen oldalt elolvas. Csak éppen az élményben nem lesz része. Vagyis én azt mondom, hogy a regényt elolvasni mindenképpen érdemes. Tehát ne rakjuk félre csak azért, mert ilyen csúnya dologról szól, ne rakjuk félre csak azért, mert esetleg szimpatikusnak találjuk ezt a bántalmazót, és megijedünk magunktól. A bántalmazó egyébként tesz róla Humbert, hogy ne legyen túl szimpatikus. Tehát úgy érzem, hogy semmilyen olvasó nem fogja teljesen fölmenteni őt minden vád alól, és nem fogja azt mondani, hogy jól tette, amit tett, és ő maga sem mondja, hogy jól tette, amit tett. Tehát én ettől nem félnék. Érdekes, mert pont a napokban olvastam. Tehát hogy én úgy látom, hogy két olvasói interpretáció van a könyvvel kapcsolatban. Az egyik az, ami szerintem a legitimebb, hogy elutasítja ezt a pedofil kapcsolatot. De rengeteg online portálon és ilyen szociális platformon az utóbbi években megjelentek olyan kommentek, értékelők, amikben inkább az volt feltüntetve, hogy ez a kapcsolat a szó legrosszabb értelmében deromantikus. És szerintem ez az olvasói vagy befogadói magatartás abszolút helytelen abból a szempontból, hogy még az író is tudatában van annak, hogy ez helytelen, ennek ellenére mégis próbálják romanticizálni ezt a kapcsolatot. Itt nagyon fontos az, hogy mit jelent az a szó, hogy romantikus. Ugye manapság minden, ami love story, az romantikus jelzőt kap, illetve tulajdonképpen szinte leszűkült a szó jelentése erre. Tehát romantikus kapcsolatban van valakivel, az azt jelenti, hogy szerelmesek egymásba. Viszont hát a romantikus az azt is jelentheti, hogy a romantika korszakában íródott, vagy a romantika szemlélete fűti át, és ebben a romantikus szemléletben természetesen sok minden más van, mint szimpla párkapcsolatok és azoknak az elemzése, hanem hát a földön túli, a fenséges iránti tisztelet és rajongás, az a fajta hatalmasabb erő, ami akár a természet erejében megjelenik, akár egy-egy érzelem erejében megjelenik, a romantikus költészetnek a táplálója. És ilyen értelemben mondhatnám, hogy Humbert alakjában van némi romantika, de ugyanakkor egy cinikus emberrel is dolgunk van egyszerre, tehát éppen annyi cinizmus van benne, mint amennyi romantika, éppen annyi kritika és önkritika, mint amennyi rajongás. Az biztos, hogy az érzelmei spirituális jellegűek, tehát nem pusztán a szexuális vágya hajtja Lolita felé, hanem egy eszménykép, amit magának, erről már beszéltünk, magának létrehoz. És a kapcsolatuk viszont nem kölcsönös. Tehát Lolita nem ugyanúgy viszonyul ő hozzá, mint ő Lolitához. Lolitának a romantikus érzelmei, azok Quiltit üldözik, tehát Quiltihez vonzódik, aki pedig, hát tudjuk, hogy egy nagy szélhámos, és kihasználja a kislányt, ezért bosszulja meg, és ez is egy romantikus vonás, ha úgy tetszik, bosszulja meg Humbert a Lolita kihasználását Quiltin
azzal, hogy meggyilkolja. De azt is lehet mondani, hogy Quilty az a sötét énje Humbert Humbertnek. Tehát, hogy Quiltyben testesül meg az a, az, az állati és vulgáris és személlyel nem törődő durvaság és erőszak, amit tulajdonképpen saját magában akar megölni. Tehát amikor dulakodnak, és ez a Stanley Kubrick féle filmben nagyon érzékletesen ábrázolható, akkor tulajdonképpen összekeveredik, hogy melyikük melyik. És a nyelvi szinten is, amikor ez a rész a regényben szerepel, akkor se lehet tudni, mivel ugye a he, a harmadik személyű névmás, bármelyikre tulajdonképpen utalhat, de az I meg a he összekeveredik ebben a leírásban, tehát lehet úgy is tekinteni Quiltyre, mint a Humbert Humbert másik énjére, a sötét énjére, akit legyőz, akit meggyilkol. És ez is valamilyen módon Póra utalhat megint vissza, ahol a gyilkos narrátor mindenütt a saját fóbiáját próbálja meggyilkolni, amikor valakit meggyilkol, mondjuk az áruló szív esetében. Ez egy összetettebb dolog annál, tehát nem romanticizálja a pedofil kapcsolatot, mert ahhoz az kéne, hogy ez egy kölcsönös kapcsolat legyen, ez nem kölcsönös kapcsolat. Nincs olyan értelemben romanticizálva, hogy ez az ideális kapcsolat. Olyan értelemben van romantikus elemekkel megtöltve, mármint hogy a romantika korszakánakra jellemző elemekkel megtöltve, hogy nagyon erős érzelmekről és spiritualitásról és kozmikus energiáról is szó van benne. De ettől még én nem hiszem, hogy egy romanticizált kapcsolatról lenne szó. Lehet, hogy mégiscsak emiatt a gyönyörű elemek és leírások miatt gondolták azt, vagy dekódolták úgy a mai fiatalok, hogy ez legitimálva van. Igen, én nem hiszem, hogy a könyv ilyesmit legitimálna. Nem én hiszem, sem. Hogy ilyesmit legitimálna. De hát az olvasótól függ egy csomó minden, és éppen ez az, amit mondtunk, ugye a harmadik, a movére, hogy mire indít bennünket a könyv, ez egy óriási felelősséget is rak az olvasóra. És meg kell tanulni olvasni. Tehát ahhoz, hogy felelős olvasóként véleményt mondjunk egy könyvről, ahhoz annak a nem biztosan kellemes tapasztalatnak is birtokába kell kerülnünk, hogy felborítja az értékrendünket, nem igazol bennünket, nem tudunk biztosra mindent elmondani róla. És ugyanígy én magam is be kell, hogy valljam, hogy amíg készültem erre a beszélgetésre, egyre inkább bizonytalanodtam el abban, hogy pontosan mit is mondjak ma, hogy nehogy véletlenül úgy hangozzon, hogy én tudom a tutit. Nem tudom. Hát épp ez a lényeg, hogy senki nem tudja, és arra sarkal bennünket, hogy kérdéseket tegyünk föl, megpróbáljuk erről az oldalról is megvizsgálni, meg arról az oldalról is megvizsgálni ugyanazt a szereplőt, ugyanazt a szituációt, és ne mondjunk gyorsan elítélő véleményt lehetőleg semmilyen műről és semmilyen emberről. Tehát ne mondjuk azt, hogy ezt köszönöm, és nem kérem egyáltalán, mert ez azért egy nagyon gondosan megszerkesztett és komoly irodalmi mű, amit érdemes egy kicsit boncolgatni és felfedezni. Ugyanakkor minden olvasónak teljesen joga van ahhoz, hogy ne szeresse. Tehát nem kell feltétlenül szeretni. Csak meg kell adni neki az esélyt, hogy valamilyen értéket képvisel, és nem pedig elkendőz egy problémát különféle eszteticizáló fogásokkal. Tehát én úgy érzem, hogy Nabokov egyáltalán nem akart semmit elkendőzni az egész életművében, hanem arra építette az irodalmat, hogy valamivel szembenézzen, kellemetlen dolgokkal szembenézzen. És én úgy érzem, hogy ez a könyv is arra sarkal bennünket, hogy inkább szembenézzünk a kellemetlen dolgokkal, mint hogy elkendőzzük őket. Érdekes, hogy a tabu témákkal való foglalkozás bizonyos irodalmi művekben az első körben csak megvető véleményeket, és utána valami törvényszerű betiltást eredményez. Utána évekkel vagy évtizedekkel később viszont újra elővesszük, és foglalkozunk ezekkel a tabu témákkal. Én nagyon érdemesnek találom azt, hogy a mai világban már igenis lehet, és szükséges is ezekkel a tabu témákkal foglalkozni, mert
egyszerűen, főleg az irodalomban és a művészetekben, mert egyszerűen ezek a dilemmák és konfliktusok pont azt támasztják alá, hogy minden vélemény számít. Igen, én is így gondolom, illetve az irodalomnak van egy nagyszerű tulajdonsága, hogy úgy hoz közel valamit hozzánk, hogy egyszerre távol is vagyunk tőle. Tehát úgy tudunk valamiről beszélgetni, vagy valamit megélni, hogy azért tudjuk, hogy ez fikció, és ez nem egy valóságos történet. Vagyis nem vagyunk annyira kitéve annak a soknak, amit egy valóságos történetnek az olvasása okozhat, vagy egy valóságos áldozattal, vagy akár elkövetővel való szembesülés okozhat. Tehát az irodalom szűrőjén keresztül egyrészt sokkal közelebb kerülünk ezekhez a személyekhez, mint egy beszélgetés vagy feltáró beszélgetés során. Másrészt viszont távolabbról is tudjuk szemlélni, tehát nem ér akkora sok azért bennünket. Tehát ez a kettősség, a közelség és a távolság ideális kettőssége alkalmassá teszi az irodalmat arra, hogy a legnehezebb és legkellemetlenebb, kényelmetlenebb, nehezebb tabu témákról is tudjunk értelmesen beszélgetni. Én abban bízom, hogy ez a tulajdonsága megmarad az irodalomnak, mert sajnos akkor rossz a világ, amikor a kérdésfeltevő gondolkodásnak szab határt valamilyen módon a betiltás vagy az engedélyezése valamilyen témájú könyvnek. Tehát úgy érzem, hogy még ott nem tartunk, hogy ezt most betiltsák, vagy valamilyen szempontból úgy gondolják, hogy semmiképpen nem szabad elolvasni. Vicces látni, hogy a 100 éve vagy 80 éve kiadott könyveknek az inger gazdagsága mennyire kevesebb, mint a mai irodalmi műveknek. És pont azon gondolkoztam még a napokban, hogy létezik-e az, hogy egy ma íródott kötet éppen a mostani tabu témákkal foglalkozik, a mai generációk tabu témáival, és esetleg tiltásra kerül, akkor majd, nem tudom, 30 év múlva, vagy a feloldását követő 1-2 évben ugyanúgy foglalkozni fognak ezekkel a problémákkal, mint most mi, vagy akár, hogy mik is lehetnek ezek a problémák, amikkel a jelenlegi generáció küszködik, azon túl, hogy a pedofilizmus még jelen van világban. Ezt mondanám, hogy tulajdonképpen most már egy harmadik korszakot élünk meg ennek a fogadtatásában. Tehát először botrány volt, mert tabu témát hozott elő, és ilyen vulgáris témát, és csak ez a szörnyű Olympia Press kiadó adta ki, aztán utána kiadták Amerikában, és aztán elfogadták, megmondták, hogy jó, hát ez egy művészetről szóló regény, a regény beleszeret a versbe, tulajdonképpen itt a szerelemnek többféle szintje van, elfogadták. Most egy második támadásról van szó, megint tabu lett. Miért? Azért, mert ez a védekezés, ez már elavult. Tehát a mai olvasó azt mondja, hogy ez egy más irodalom szemlélet volt, amikor ezt még annyira ünnepelni lehetett. És mondom, itt megint csak a feminizmus hatására szeretnék rámutatni. Tehát egy alapvetően férfi szemléletű irodalom látásmód volt az, ami ebből egy ilyen fétis csinált, egy nagyon is ünneplendő művet csinált. És én azt mondanám, hogy nem feltétel nélkül kell ünnepelni ezt a művészi alkotást, hanem észre kell venni benne azokat a művészi fogásokat, amik szintén azért az értékei. Tehát nem arról van szó, hogy fölszabadulnak tabuk, hanem most megint kevésbé tűnik elfogadhatónak ez a regény, mint az én fiatal koromban. A jelen generációja szembesül ezzel a problémával az egyetemeken mondjuk, vagy szeretne foglalkozni vele? Erre mi a tendencia? Mármint melyik témával? Nabokovval, vagy pedig a pedofiliával? Hát inkább a pedofiliával. Hát itt az a helyzet, hogy az utóbbi időben sokkal több szó esik erről a közbeszédben. Tehát régebben is volt.
Nabokov életében is volt, tehát már nem ő neki személy szerint, hanem abban a korszakban, 1950-es években, mikor a Lolitát írták, valószínűleg nem volt kevesebb pedofil, mint ma a világon. Viszont erről valami prűd módon soha nem volt szó, nem beszéltek róla. Ma viszont egyre több teret kap ez a téma a hírekben. Tehát, hogyha olvassuk a híreket, látjuk. És nagyon sajnálatos módon családon belüli bántalmazás mindenhol van körülöttünk. Tehát nagyon sok olvasót érinthet ez egészen közelről, egészen személyesen, és egész más, hogy olvassa ezt egy olyan olvasó, aki hasonlót, nem ugyanilyet, de valami ilyesmit tapasztalt, mint az, aki nem tapasztalta soha, és akinek a számára ez egy fikció. Tehát itt erre is érzékenynek kell lennünk, hogy nagyon sokféle olvasó van, de gondolom, hogy ez a régebbi olvasatokra is jellemző volt, csak nem volt téma. És ma viszont téma, és miután téma, a téma olyan értelemben van tabusítva, hogy nem mentjük föl az elkövetőt, és nem hibáztatjuk az áldozatot, tehát az áldozatot meg kell menteni, az elkövetőt meg kell büntetni, punktum. És ez tényleg így van, a valóságban így van. És szerintem a Lolita regény sem mond ennek ellent. Ugyanakkor zavarhatja ez, hogy ez most már köztéma, az olvasókat, akik viszont nem szoktak ilyen témájú regényeket olvasni, és ha már egy ilyen témájú regényt olvasnak, akkor nem kapják meg a végén az egyértelmű állásfoglalást, hogy na, a Humbert az volt a gonosz, a Lolita volt a szegény áldozat, és akkor most valaki tegyen igazságot, büntesse ezt jól meg, azt pedig jutalmazza meg. Tehát ilyen típusú vége, lehet, hogy ilyet szeretnének az olvasók hallani, de ilyen nincs, mert hogy, amint mondtam, az irodalomban kérdések vannak, és nem válaszok. Tehát nem kapjuk meg az igazságos elégtételt, és ezért is lehetünk elégedetlenek a regénnyel. Mert ha már egy ilyen mesét hallunk, akkor már legyen legalább jó a vége. De hát, ha a világirodalmat nézzük, azért más botrányos művek is vannak, amik botrányos dolgokról szólnak. Rengeteg gyilkosságról szól, hát ott maradjunk az Oidipusz királynál, ott vérfertőzés, apagyilkosság, a vérfertőzésből származó gyerekek, trónbitorlás, ha úgy tetszik, csomó olyan bűn, ami hát méltó büntetését el kéne, hogy nyerje. Abban is elnyeri méltó büntetését, tehát olyan értelemben, hogy Oidipusz király végül ráébred, és tragédiába torkollik az egész. Ugyanakkor Oidipusz emberi nagyságát a dráma nem fogja kétségbe vonni, annak ellenére, hogy ilyen szörnyű bűnök elkövetője. Tehát nem az erkölcsi emberi nagyságában bukik meg Oidipusz, hanem a társadalmi pozíciójában, és tulajdonképpen az emeli föl, hogy erre a bűnre ő rájön. Tehát az irodalomban nagyon sok esetben vannak ilyen kétes kérdések, hogy most valaki jó vagy rossz, hát az lenne a rossz irodalom, hogyha teljesen be tudnánk skatujázni a szereplőket pozitív és negatív dobozokba. Noha kényelmes lenne így olvasni, nem volna annyira érdekes, mint amikor komplexebb viszonyokkal van dolgunk. Még az irodalmi kánon klasszikusai, hogyha most nevezhetjük akár a Lolitát klasszikusnak, gondolom. Igen, már nevezhetjük. Nagyon fontos kérdés, ezáltal így egy záró véleményként, hogy akkor a közönség vagy a szakma döntheti el inkább, mert én most inkább arra dőlök, vagy arra felé gondolom, hogy a közönség dönti el, így hogyha nézzük az Oidipusz király és a Lolita közötti jelenlegi megemlített dilemmát, hogy a közönség dönti el, hogy mi legyen klasszikus, hogy mi legyen mégiscsak legitim, mint sem a szakma. Igen, hát ez egy nehéz kérdés. Ugyanis a szakma és sokkal kevésbé egységes manapság, mint egy 50 évvel ezelőtt. Tehát, hogyha belegondolunk, ugye most már 70 évvel ezelőtt, majdnem 70 évvel ezelőtt keletkezett a Lolita, és az utána levő
60-as években volt egyfajta konszenzus azt, arra nézve, hogy mit tekintünk magas, és mit tekintünk kevésbé jó irodalomnak. Maga Nabokov is rendkívül elitista volt, és ilyen értelemben szakmabeli volt, professzor is volt, irodalomprofesszor is volt, és nagyon megmondta, hogy kik azok a szerzők, akik nála nem ütik meg a mércét, és kik azok a szerzők, akik igen, és néhány szerző csak bizonyos műveivel, tehát például Hemingwayt is úgy tartott, hogy vannak jó művei, de más művei nem elég jók. Pónál is válogatott, hogy mely műveihez kapcsolódik, és melyikeket tartja teljesen értéktelennek. Tehát akkor volt még egy ilyen hierarchiája az irodalmi értéknek, ami felől volt egy konszenzus. Azonban azt a kánont az újabb iskolák, újabb szemléletek kikezdték. Tehát most már ez a típusú hierarchia nem létezik. Nem lehet egyértelműen ezt mondani, vagy azt mondani. Mondjuk meg lehet nézni, hogy mik azok a művek, amik a legtöbb egyetemi tantervben szerepelnek, és mik azok, amik nem. De ennek is lehet egy olyan magyarázatot adni, hogy mert még nincsenek felfedezve, vagy mert még valakik ellenérzéseket támasztanak bizonyos művek iránt. Tehát nincs egy egységes szemlélet arra nézve, hogy melyek azok, amik klasszikusak. De azért én azt mondanám, hogy a tradicionális kánonban azért nagyon sok olyan érték van, amit meg lehet valamilyen módon védeni, és amiket legalább érdemes megkérdőjelezni, tehát érdemes őket elolvasni ahhoz, hogy az ember eldöntse, hogy ténylegesen értékesnek találja-e őket, vagy nem. És nagyon sok függhet attól is, hogy tanulnak az emberek olvasni. Tehát, hogy információt kérnek attól a műtől, vagy pedig hajlandók a kérdésfeltevő gondolkodásra ezzel a művel kapcsolatban. És én azt mondom, hogy minden olyan mű, ami gondolkodásra ébreszt, ami kérdéseket hagy bennünk, ami felkavar bennünket, és utána nem hagy nyugodni, és ilyen beszélgetéseket eredményez, mint ez a mai, azt érdemes elolvasni. Tehát most függetlenül attól, hogy mennyire klasszikus, kánonbeli, mennyire ismeri el a szakma. Hát természetesen van egy szakma, ahol irodalmi díjakat adnak, de nem annyira egységes, és nem annyira egyértelmű, hogy melyik művek fogják azt a mércét megütni, és milyen alapon fogják azt a mércét megütni. Ez egy kifejezetten esztétikai jellegű mű, és a l'art pour l'art, tehát az eszteticizmus manapság nem nagyon népszerű. Ilyen értelemben szakmailag is kezd veszíteni az értékéből a Lolita, mert nem feltétlenül trendi ma eszteticizmusról beszélni. Ugyanakkor azt hiszem, hogy abból az értékéből nem fog veszíteni, és nem veszít ma sem, hogy gondolatokat ébresszen, és beszélgetéseket generáljon. Szerintem ez egy nagyon szép végszó, és remélem, hogy a hallgatóink nem érzik azt, hogy valami kimaradt volna ebből, és remélem, hogy mindenki tisztán érzi a hogyan és a miről való különbséget, illetve meg szeretném köszönni Kálai Katalinnak, hogy elfogadta a meghívásomat. Én is nagyon köszönöm a beszélgetést. És remélem, hogy a következő epizódokban is velünk tartotok majd. Remélem, hasonlóan izgalmas vendégekkel bővíthetjük majd a pubcastünk, a Culture Pubnak a podcastjét, és remélem, hogy mindenki élvezte. A következő alkalommal találkozunk veletek. Addig is ne felejtsétek, hogy a kultúra legyen veletek.